A nagy záridős fényképezés nem annyira egyszerű dolog, főleg azért nem, mert ugye alapból nem minden fényképező képes arra, hogy hosszú ideig legyen nyitva ugye a lencse, illetve hát kell olyan területet is találni, ahol jól tudunk fotózni, és hát természetesen ugye ehhez a módszerhez egy állványra is szükségünk van. A lényeg tehát, hogy elég sok dolgnak össze kell állni ahhoz, hogy ez sikerüljön. Utólag viszont egészen jól lehet módosítgatni a fényképeket Photoshoppal. Ezúttal egy vízesést fogunk megváltoztatni, mintha hosszabb záridővel fényképeztünk volna. Tegyük fel, hogy már lefényképeztünk a vízesésünket, ugye ez egy mondjuk a másodperc töredéke alatt, és hát minden egyes fodor látszik rajta, de más hatást szeretnénk elérni. Annyi a teendőnk, hogy megnyitjuk a rétegek palettát, majd kijelöljük a vízesésünket. Ezt most nem mutatom, mindenki jelölje ki magának, ha esetleg nem megy a kijelölés, akkor egy másik tippben tekintse meg, hogy erre hogy van mód. Ha megvan a kijelölésünk, akkor Ctrl-C megnyomásával, majd Ctrl-V megnyomásával helyezzük külön rétegre csak is kizárólag a vízesést, majd ugye úgy, hogy a kijelölésünk még mindig aktív legyen, tehát hogyha véletlenül elveszítettük a kijelölést, akkor ezen a vízesés rétegen Ctrl megnyomásával kattintsunk egyszer, hogy újra ki legyen jelölve, illetve hát ez a most létrehozott réteg legyen az aktív. Ezután választjuk a Filter menüpont Blur, Motion Blur funkcióját, majd a megjelent ablakon, attól függően ugye, hogy fényképeztük le a vízesést, állítsuk be úgy a szöget először is, ahogy ugye a folyás iránya van. Ez tényleg sokféle lehet, de általában ugye miután megpróbálunk egyenesen fényképezni, ez egy ilyen vagy 77 fok lesz, vagy pedig ez a 79 körüli, tehát ugye attól függően, hogy balra folyik, vagy jobbra le. Jelen esetünkben ez egy ilyen 70, 76, 77-es szög lesz, illetve a distance értéket változtassuk meg, hát annyira, amennyire nekünk tetszik igazából. Ez teljesen lehet egyedi is. Túl sokat ne húzzunk rá, mert akkor teljesen elmosodik az effektus, és már látszani fog az eredeti rétegünk. Egy olyan, valahol olyan 50 környékén érdemes meghúzni ezt a határt, de persze természetesen, ahogy említettem, ez képfüggő. Nyomjunk egy OK-t, majd a Ctrl-D megnyomásával töröljük a kijelölést, és igazából már majdnem meg is vagyunk. Lehet finomítani olyan nap, például, ahol ugye érintkezik ez az elmosás a vízzel, hogy egy nagyobb radírral, ugye az E billentyű megnyomásával behozhatjuk ezt a radírt, majd a radír méretének változtatásával szépen így beletörölhetünk kicsit az aljába, hogy a csatlakozás szebb legyen, tehát ne ennyire durva, hanem ilyen jóval finomabb. És ezzel már meg is vagyunk, lényegében olyan, mintha hosszabb záridővel fényképeztünk volna.